A Tolnai Faddi és a Bogyiszlói Dunaholtágak rekonstrukciójáról, fejlesztéséről egyeztettek szakemberekkel az érintett települések polgármesterei Tolnán. A Peszófer Ágnes szerint a 24. órában vannak, ezért nagy öröm számára, hogy a megvalósítás felé vezető úton már gyorsabban haladnak. Én nagyon boldogan vagyok házigazdája itt a Tolnai Városháza egy ilyen megbeszélésnek, de ennél sokkal nagyobb öröm az, hogy úgy tűnik, hogy a politika is ez mögé áll, és én nagyon remélem, hogy a közeli jövőben a tervezésre, a konkrét tervezésre, a tervek elkészítésére, távoli jövőben pedig a megvalósításra is lesz forrás. A Faddi holtág állása jelenleg nagyjából 115 cm, ez többek között a mostani csapadékos időjárásnak, illetve a tavalyi vízátemelésnek köszönhető, azonban itt nem dőlhetnek hátra, mondja a polgármester. Természetesen folyamatosan foglalkoznunk kell a probléma kezelésével, hiszen ez napi probléma, és azért nekünk van egy dombori üdülőtelepünk, ahol közel 700 üdülő van. Egy nagyon messze földön híres üdülőtelepről beszélünk, az ország minden részéről mondhatom, hogy jönnek ide, pihenni válnak, üdülni válnak, úgyhogy vágyók, úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy a holtagoknak a víz szintjét és magát a vízminőségét megpróbáljuk megőrizni. Egy tavaly elkészült tanulmányterv szerint 50 milliárd forintra lenne szükség a három holtág rehabilitációjára. Ilyen pillanatban az 50 milliárd forint így egyben még nem áll rendelkezésre, ezért a mostani megbeszélésnek az volt az egyik fő témája, hogy milyen prioritások mellett keressük meg azokat a forrás lehetőségeket, mind az Európai Uniós forrásokat érintően, mind a mezőgazdasági öntözéshez kapcsolódó források, vagy adott esetben turisztikai forrás lehetőségek, amelyek ráfűzhetők erre a nagy projektre. Horváth István hozzátette, hogy a projektnek belátható időn belül meg kell valósulnia, hiszen csak így menthetik meg a holtágakat. A megbeszélésen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is, aki elmondta, hogy ezúttal sikerült egy prioritási sorrendet felállítaniuk. Illetve már a fejlesztési ügynökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy olyan költségtáblát elkészítsenek, hogy egy olyan forrásallokáció álljon rendelkezésünkre, aminek alapján a tervezéshez szükséges forrásokat a későbbiek során elő tudjuk teremteni. A Dél-Dunántúli régió fejlesztésért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy miután a holtágak a térségben ökológiai, turisztikai és öntözés szempontjából is jelentős szerepet töltenek be, bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentésére.